Sziasztok kedves nézőim, Bét vagyok, ez pedig egy újabb kommentárral ellátott játékmenet videó, amiben egy igazi gyöngyszemet hoztam el nektek, méghozzá a Transformers The Rise of the Dark Spark nevű játékot, ami június 24-én jelent meg, tehát egy teljesen új alkotás, és természetesen a szintén a héten induló mozifilmmel kapcsolatos játék, ami szerintem nem a filmnek a sztoriát követi, de mégis ahhoz kapcsolódik, hiszen találkozhatunk majd benne azokkal a karakterekkel, akik a filmben is szerepelnek, és igen, jól láttátok, egy szamuráj autobottal vagyok, aki az előbb egy sayonara felkiáltás közepette kaszabolta le ezt a három álcát, és hát jó, ha tudjátok, hogy ez a játék igazából egy hibrid, ugyanis egyrészt találkozhatunk benne a filmből ismerős karakterekkel, másrészt találkozhatunk majd benne azokkal a karakterekkel, akik a Hymon Studiosnak a korábbi két Transformers játékában szerepeltek, és ugye ezekről a játékokról tudni kell, hogy ezek teljesen korrekt is TPS-ek voltak, egészen jó történettel, kiváló grafikával, alapvetően élvezetes játékmenettel, és úgy döntöttek az Activisionnél, hogy fogják ezt a két univerzumot, a filmes univerzumot és a Hymon Studiosnak a játékából ismert univerzumot, és a kettőt keresztezik, és ebből hoznak ki egy játékot a film tiszteletére, és talán nem fogok nagy spoilert mondani azzal, illetve nagy meglepetést okozni, hogy ha azt mondom, hogy ez a játék egy katasztrófa igazából, ugyanis átvett egy csomó elemet a Cybertron játékokból, és belerakta őket egy ilyen borzasztóan gagyi módon felépített világba, és igazából másról sincs úgy szó, mint hogy megyünk előre ilyen hihetetlenül igénytelenül összerakott pályákon, mint például ez, amit itt láthattok. Tehát, hogy ez valami egészen elképesztő, hogy 2014-ben képesek fejlesztők ilyet kiadni a kezeik közül, és ilyen gagy díszletek között megyünk előre, és lövöldözünk bolond módjára kétfajta fegyverrel, van speciális támadásunk, illetve hát nyilván transformerekről beszélünk, úgyhogy át tudunk alakulni, már ha hagyja ugye a program, azt ugye tudni kell, hogy ez a játéknak az első pályája, most ezt ne játszom újra, és hát igen, így át lehet alakulni, ilyen csodás járművé, és hát nem tudom, látjátok-e, hogy mozog ugye ez a jármű, ez ilyen különleges földön kívül Transformers technika, mi annyit tesz, hogy a fejlesztőknek nem volt kedve leprogramozni egy normális mozgást, úgyhogy megoldották úgy, hogy ennek a Transformernek a kerekei így elfordulnak oldalra, hogy nincs rendes kanyarodás, hanem ilyen furcsa, csúszós megoldással közlekedik ez a jármű, borzasztóan igényes megoldás ez is, akárcsak a játék többi része, hiszen elég megnézni ezt a robbanást, amit ott láthattok, vagy tényleg ezeket a alacsony textúrájú, a csatornába belehányt borzasztó tárgyakat. Ugye ez itt egy busz akar lenni, szépen felrobban, ráestek a kövek, Isten tudja honnan, ott egy kicsit még az áram is csapkod, hát nagyon veszélyes, és tényleg egészen elképesztő, hogy mennyire süt az igénytelenség a játék minden porcikájából, és hát biztos kérdezd magatokba, hogy Bét, miért nem kapcsolsz rá? Hát azért nem kapcsolok rá, mert nem lehet. Ez a maximum sebessége a Transformernek, viszont hogyha nyomkodom az ugrás gombot, akkor tud ilyeneket. Aminek ugyan semmi értelme, de azért benne hagyták a fejlesztők a játékban, és most ezzel az egyébként őrületes sebességgel most így fölmegyek ezen a rámpán, az izgalom a tetőfokára hág, és így átugrom. Alig bírtatok magatokkal, igaz? Levegőt visszafoltva néztétek, ahogy ugrik a Transformerem. És hát látszik, hogy itt a fejlesztők, a grafikusok nem vitték túlzásba a dolgot, van 2-3 felhőkarcoló modell, 2-3 ilyen lepusztult ház, és hát hogy ne nagyon látszódjon, hogy mennyire igénytelen városi környezetben harcolunk, ezért beraktak minket egy ilyen csatornába, és ezek a csatornák általában ilyen arénaszerű területekben érnek véget, ahol aztán jönnek a klónok, mert eddig ezen a pályán kétfajta ellenfél típusra találkoztam, és őket kell szétlődözni kilószámra. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy díjnyertes játékmenettel van dolgunk. Igazából soha nem láttunk még ilyet.
egész egyszerűen illet. Ez a robbanás. Rajzfilmekben szebbeket lehet látni. Igénytelen rajzfilmekben teszem hozzá. És itt van ennek a pályának a gyöngyszeme, a busz, ami beleállt a sárba, a homokba, vagy én nem tudom, hogy mi ez. Igazából mutogatni kellene, tehát hogy hogyan ne készíts földbeállt buszt, hogyan ne készíts posztapokaliptikus várost, vagy robotok támadása alatt álló várost, ilyet ne csinálj, mert jön egy szerencsétlen videós, és így megmutatja, hogy volt egy ilyen textúránk, ráhúztuk egy ilyen dombalagzatra, és beleállítottuk a buszt a földbe. Köszönjük szépen, és mindezt a csodát egyébként, amit itt láthattok, ezt a audiovizuális orgazmust 30 euróért lehet egyébként megvásárolni. Ennyit kérel érte az Activision, ami, hát lássuk be, úgy kezdem egy picikét túlzás. Mert 30 eurónál, 30 euróért ennél egy kicsit azért szebben kidolgozott robbanás modellt szeretnék látni, illetve nem lenne rossz, hogyha a felrobbanó autók nem két fázisból állnának. Tehát van a fel nem robbant autó, hát ez a busz fel se robban, kérem vissza a pénzemet. Tehát van a fel nem robbant autó, és a felrobbant autó, és ennyi. Egyikből lesz a másik varázslat. Van mentőautónk is, és figyeljetek, itt hamarosan jön az ürületes nagy változatosság. Ebben az alagútban már vannak tankok is. És a tankok mellett jönnek a hót ugyanolyan ellenfelek. Tehát ugye alaptankokról beszélünk, akkor tudni kell, hogy a sorozatokban rajzfilmekben nincs kettő egyforma. Én nem várom el a fejlesztőtől, hogy a 6 millió ellenfél 6 millió képen rajzolják, mert könyörgöm komolyan, tehát, hogy egyfajta ellenfél jön a pálya felén, tehát hogy nem igaz, hogy nem volt ott egy modellező srác, akit megöltett ki, hogy itt egy kicsit csavarja már rajta, vagy manapság itt 2014-ben nem lehet randomizálni az ilyen dolgokat, hogy ne szúrjuk ki a szerencsétlen játékosok szemét azzal, hogy látszik, hogy szinte semmit nem foglalkoztunk azzal, hogy hogy néz ki a játéknak. Hát én szégyelném, hogyha pörögni a stáblista és ott lenne a neve. Azért ezt tudjuk el, hogy én egyébként szeretem a Transformers univerzumot, főleg a képregényeket szerettem nagyon, a Marvel által kiadott képregényeket, amik megjelentek Magyarországon is a 80-as évek végén, a 90-es évek elején. Gyűjtöttem őket, nagyon szerettem, akkor kedveltem meg a Transformereket, sőt, voltak milliónyok figuráim is. Isten látja a lelkemet, azért az első filmet is szerettem, csak a kettőről meg a háromról gondolom azt, hogy katasztrofálisan gagyik voltak, és tényleg volt ez a két Transformers játék, amit a Hymen Studios készített, és azok élvezhetőek voltak. Volt egy normális történetük, a karaktereknek volt személyisége, hasonlítottak ahhoz, amit megismerhettünk a képregényekben, és ezek után jön egy ilyen férc munka, amiben minden borzasztóan pocsékul néz ki, tehát ennél még a hármas metró is jobban néz ki, pedig minden héten füstöl, le akar robbanni, esik szét darabjaira, de még az is jobb, mint ez, és egyszerűen fölháborító, hogy még mindig készülnek ilyen filmek mellé összerakott, über igénytelen digitális vackok, amit a kiadóknak van pofájuk 30 euróért, vagy 30 dollárért rásózni az emberekre, és tényleg én egy picit sajnálom azokat, akik azt gondolják, hú, most játszom egy ilyen jó robotosabb Transformers film, megveszem, lövöldözök egy kicsit, és ez még lövöldözés játéknak is borzasztóan gagyi. Tehát a pályadizájn az katasztrofális, mondjuk legalább ez a robot kinéz valahogy, de most mindjárt jönni fog a játéknak az egyik legocsmányabb része. Nem is tudom, minek váltogatom a fegyvereket, mert teljesen felesleges, tehát hogy ez itt egy park akar lenni, vagy valami tér, vagy valami, és így látszik, hogy a fejlesztők annyira vették komolyan a munkájukat, hogy ilyen ez az egész cuccit, itt látszik, hogy ilyen grafikai templétekből van felépítve. Tehát van itt ez a fűtemplét, lepakoltuk, vannak ilyen oszlopaink, rakjuk ide, hú, ilyen márványos szírszarok, és lepakoltak őket, és hogy néz ki, mi ez, milyen városban van ilyen tér, meg egyáltalán, tehát miért nem lehetett egy picikét, egy egészen picikét igényesnek lenni, megpróbálni, hogy kinézzen valahogy, mert egyszerűen ez a sablonosság, ez a bármilyen igényességünk a hiánya, egész egyszerűen fájó,
És mellé ugye itt van ez a játékmenet, hogy megyek is, különösebb figyelés nélkül lődözöm le a teljesen ugyanolyan robotok tucatjait. És ugye itt van a speciális támadásom, mert ugye szamuráj robot vagyok, most pont nem láttatok, de még mindjárt bemutatom újra. Tehát van ennek a szerencsétlen robotnak egy ilyen speciális támadása, amivel így karddal szaladgál, és nézzétek én, ez is áll vagy négy fázisból. Teleportálgat itt ilyen borzasztóan csúnya villámok közepette, lefeszabolja az ellenfeleket, és ennyi is. Ez itt a speciális támadás. Tehát, hogy arra nem vették a fáradtságot, hogy normális animációt készítsenek karakterünk speciális támadásának. Tehát így őrület, hogy mennyire süt ebből a játékból, hogy nem foglalkoztak vele, ki kell dobni valamit, mert jön az új film, biztos lesz pár ezer ember, aki lesz annyira, már ne haragudjatok, de ostoba, hogy pénzt adjon azért az alkotásért, és akkor tuti biznisz. És igazából az a vicc, hogy ez nem először történik mostanában, hiszen a Pokémon játék majdnem ugyanilyen borzasztóan gagyi volt. Aki olvasta a tesztemet a júniusi PC grupban, az tudja, hogy ott is elnagyolt karakterek, borzasztóan klisés és unalmas játékmenet, amiben egyedül a harc és a hálóhinta működött, és minden más egészen egyszerűen annyira pocsék volt, és annyira igénytelenül volt összerakva, hogy tényleg én nem értem, hogy nem ég le emberek arcáról bír, hogy ezt képesek áradba bocsátani. Tehát, hogy ingyenes játéknak így elmenne. Lövöldözzetek a Transformers-ekkel, és akkor mit tenni, nézzétek meg közben a filmet, a reklámját, de ezért pénzt kérni. És nem csak az egyébként, nem csak ez az egy pálya jön, hanem az egész játék. Most igazából ez az első pályája a játéknak, és én ezt most csak újra játszom. De továbbítottam, és változik a környezet, de ott is látszik, hogy elkaptak a modellekből összerakott, borzasztóan unalmas, mindenféle kreativitás nélkülöző helyszíneken kell ugyanígy különböző robotokat lőzni, tehát minden helyszínek vannak saját robottípusai, és belőlük kell ilyen elképesztő mennyiséget ledarálni, és akkor néha van olyan változatosság a játékmenetben, hogy cserélődik a karakter, tehát nem ugyanezzel a karakterrel kell végigjátszani az egész pályát, hanem néha kapunk egy másikat, illetve a pályát végén alkalmanként vannak fő ellenfelek, akik legalább egy kicsi kihívást visznek a játékmenetbe, és ennyi. Kétfajta fegyver, át kell alakulni robottán, speciális támadás, aztán mennyi a barátom, és lőjél le mindenkit, aki szembe jön, és mellé még van ez a borzasztóan erőltetett történet, ami összereszti ugye a két különböző univerzumnak a hőseit. Hát, hogy én nem tudom, ti majd mondjátok el a kommentek között, hogy nézni mennyire unalmas azt, hogy most már nem tudom, talán a 30. ugyanolyan zölden világító robotot lövöm le, mert játszani elképesztően unalmas lehet. És nyomogatják ugyanazokat az egysorosokat, lelőlek, elképesztően nevetséges szinkronnal, úgy üvöltenek, mint az emberek, tehát hogy valamelyik fejlesztőnek a sógora beugrott, és figyelj már, Jani, kéne nekünk egy ilyen sikoltás, sikoltsál már párat, felveszítsd a Béla a mikrofonnal, hú, nagyon jól csinálod, rárakom majd a stábistára, tehát ez az a színvonal. Köszönöm észrevettétek, de megérkezett a másik ellenféltípus. Nagy rakétás, sárgán villanyítás. És nem hazudok, ezen a pályán összesen ez a két ellenféltípus található. Viszont most hamarosan pár pillanat múlva következik az őrült nagy változatosság. Nem sokára megjelenik Optimus fővezér. Gondolom, mindjárt nagyon izgultok. Még ezeket a szerencsétlenek, hogy el kell intézni tankostól mindenestől, aztán jön a világ mindenség legnemesebb. A robotja Optimus fővezér érkezik. És hát szegény, mert őt is sajnálom, olyan ocsmány karaktermodellt kapott, hogy arra szavak nincsenek. Tehát, hogy
Ez a nagyon furcsán tükröződő, nem is fémnek látszó, hanem inkább műanyagnak tűnő karaktermodell szánalmas. Tényleg, hogy azt hiszem, ez a megfelelő szó erre, szánalmas. Annyira szánalmas, hogy ezek a szerencsétlen robotok felrepültek a levegőbe, mert ők sem bírják már elviselni, hogy mi történik a képernyőn, és ebben a pillanatban egyébként megvilágosodtam, az árcát azért támadták meg a földet, mert szeretnének revansot venni azért, amiért egy ilyen katasztrofális játékban kell szerepelni. Én más magyarázatot nem látok erre a támadásra. Viszont teljesen megértem. Ugyanis én szerepelnék egy játékban ilyen ocsmány módon kidolgozva, én is borzasztóan ideges lennék és mennék, hogy egy kicsit megszorongassam a fejlesztőket, és megkérdezem tőlük, hogy mégis ezt hogy gondoltátok? Itt van Optimus fővezér, és arra nem vettétek a fáradtságot, hogy normális karaktermodellt rajzoljatok neki. Nincsen bennetek semmi tisztesség. A mesterséges intelligenciáról egyébként könnyen tudnék írni, annyira zseniális. Hát és hogy a társaim is. Tehát, hogy így itt állnak, és így néha mozog rajtuk valami. Biztos ott lélegeznek, de tényleg ez az Optimus. Most próbálom ugye a filmhez hasonlítani, ami egyébként butaság, mert ugye a film Chilliardokból készült ez a játék, meg biztos, hogy nem, de hogy mégis, tehát hogy így úgy néz ki, mint egy műanyag játék. Nem úgy, mint egy hatalmas robot, ami éppen meg akarja menteni a földet. És hát most érkeztünk el a játék egyik másik gyönyörű pontjához, tehát hogy így ez itt a mintája lehetne annak is, hogy hogyan ne készíts így lerombolt városrészletet. Tehát hogy így ezek az effektek, a füst, a tűz, még ezeknek a szerencsétlen robotoknak a mozgása is annyira kritikán aluli. Tehát, hogy nem tudom már hova fokozni azt a minimális minőséget, tehát, hogy igazából ezzel a játékkal kapcsolatban minimális szót, az, hogy a minőség szót nem is lehetne használni, ugyanis nincs. Tehát, hogy a minimális, már összezavarodtam, tehát a minőség és a Transformers The Rise of the Dark Spark igazából nem szerepelhet egy mondatban, mert itt semmiféle minőségről nem beszélhetünk igazából. És ahogy láthatjátok, végigjöttünk egy kis folyosón, és miközben itt előmászik ez valószínűleg az egyik fő ellenségünk, vagy egy ilyen boss, aki még megrajzolni se volt rendesen idejük, vagy lehetőségük, vagy kedvük. Csináltak egy nagy fekete bádogdobozt, ami úgy néz ki, mint egy takarító robot, ami többi robotos filmben, vagy játékban, és hát akkor ő lesz itt a gonosz. De hát végül is, hogyha már Optimus nem lehet rendesen megrajzolni, akkor miért pont az egyik gonosz rajzoltnak jelenleg normálisan? Mondjuk ez teljesen logikus, tehát hogy azért ebben így látom a logikát. Ha már a játék egyik legfontosabb karakterével nem foglalkozunk, akkor miért foglalkozunk tudom már a többivel? Tehát itt van ez a nagyszerű arénaharc, és megint ugyanazt csináljuk, jönnek komoly mennyiségben ezek a nagyon-nagyon-nagyon rossz fiúk, és hát őket daráljuk, addig, amíg el nem fognak. Samurai barátunk bevetik az ívelt kombót, kardozok. Lövöldözik. A változtasson kedvéért, csak hogy legyen ilyen egyébként, néha változtatok a fegyveren, és följövöm őket a levegőbe, hogy aztán leessenek és szétessenek. Ez a világ legjobb fegyvere, sose láttam egy ilyen. Hopp, gránát, ugrok én is, nézd a tiszteletedre. Nem tudom, hogy mennyire jön át, de nem igazán élvezem ezt a játékot. Tehát én nem találom benne azokat a pontokat, amire azt mondhatnám, hogy srácok, ez engem szórakoztat, érdemes 15 perce leülni a játék elé. És hát ez lett volna egyébként az első pálya, most jön a nagy monológ a gonosztól, aki megszerezte a Dark Sparkot, ami ugye a képlényegben Matrixnak nevezett ilyen őserőnek a gonosz verziója, és miközben én itt hablattyolok, ti ismét megcsodálhatjátok ezt a borzasztóan kidolgozott Optimus fővezért, és azt, hogy ez az átvezető videó mennyire gyenge minőségű. És hát azt azért tudnotok kell, hogy ez a játék most egy ilyen egész jó PC-n fut,
És hát ezek a maximum beállítások. Nyilván egy konzolportról van szó, nem vártunk mást, a Pókember is ugyanilyen ratyi volt, de azért 2014-ben azért néha csak-csak megdöbbenünk azon, hogy annyi pénzből, amennyi az Activisionnek van, mert higgyétek el, azért van neki bőven, ilyen játékokat tudnak összehozni. Úgyhogy igazából véget ért az első pálya, és nem is szeretnék senkit tovább fárasztani ezzel a játékkal. Én nem javaslom senkinek, hogy ezért az alkotásért pénzt adjon. Viszont azt szeretném megköszönni, hogy velem voltatok, és végig szenvedtétek velem ezt a borzasztóan szörnyű játék első pályát. És hát természetesen a kommentek között várom az észrevételeiteket a játékkal, illetve a videóval kapcsolatban, és hát hogyha tetszett ennek a borzasztó játéknak, vélhetőleg a borzasztó videója, akkor nyomjatok egy lájkot, és esetleg mondjátok el a kommentek között, hogy melyik játékból szeretnétek látni videót, lehet akár régi is, vagy új is. Sziasztok!